Walking Dead Glenn action figura. Ez ilyen sátán telefon, vagy mi ez? Hol? Nézd már, csótány meghajtású valami kütyű. És ez a gyertyeleg, nem azt néztem volna, hogy gyertyeleg először. Ki is kell elégíteni a démont, hogy mit kell vele csinálni? Fú, Jézus Isten, hát tőled jobban megijedek, mint a szörnyetegek. De mondd már, te meg mitől izzadsz már ennyire, azt nem is vagyunk sehol. De azért jó, ki vagy pattintva. Egy full lepukkant ház, és három kibaszott LCD TV van elétpakolva. Ne kéne választani, hogy ki a csapatkapitány, meg ki a feláldozható. Te vagy a feláldozható, rajta ruha sincs. Sejtettem. A démonok azok megkúrnak, mi? Mondjuk... Uj! Elfutott egy hülye gyerek előttem. Megint itt van ez a bél hang, bazd meg. Legalább addig játszunk már vele, még egyszer nem szarjuk össze magunkat, te. Hát technikailag én már majdnem benyomtam. Amúgy nem kell lámpáz, mert akármit veszel elő, a lámpa az ott van a zsebben. Mi van? Úristen, itt ült valaki lánya székbe, mögötte meg fogta a fejét valamilyen hosszú hajú Jézus. Kapcsolgassad. Mi van? Baszd meg, átsétáltál rajtam, és abban a pillanatban pont megszólalt valami dörmögé, és ezt azt itt, úristen. Erre azt a rohadt hajadat minek kellett így felrakni. De hallottad a dörmögést? Ilyen, de adjál már, hülye, nem látok semmit. Nem hallottad? Igen, elment mögötted egy fotel. Ki akarja vinni a szennyest? Nézd, a szennyest tologatja. Menjél most ki! Jó, milyen Mátyás király óra van ennek a szobornak. Most őszintén, körbe kéne nézni, ez teli kéne lenni. Bazd meg, beleszólalt. Láttad is? Beszélt a Spirit Boxba? Igen, és rögtön meg is jelent utána. Itt nagyon előttem. Jó! Tab, Spirit Box válasz. Nagyon jó. Vazeg. Miért jössz rám ennyire pucéron? Na jó, én ezt a szart nem kérem, mert befostam tőle. Azt se kérem, mert attól is befostam. Viszem ezt a csótányt, meg az iránytűt. Meg egy lámpát, kész, a többi tiéd. Meg kell keresni egy döglött patkányt, amit be kell rakni a kazánba. Hagyjál már! Döglött patkány, biztos, hogy hozzá nem érek. Mondd neked az a szó valamit, hogy pest is. Felvette? Felvette? De aranyos! Marokba fogod. Hol vagy? Hova mentél? Kijöttem. Már megint? Jó, hova most, ki? Ki? Hova? Kintre, megnézem, mi a küldi. De feleszáll, szóljál már, hát mindig lelép szó nélkül. Mi történt? Láttam Gerald Bones-t. De jó, szép volt? Nem volt csúnya. Mi volt ez? Jaj, kigyulladt a szeme a képnek. Te zártad be az ajtót? Te most bezártál ide? Hülye, itt voltam előtted. Ugyanezt akartam én is kérdezni. Ó, baszki. Felvettem valamit. Ne! Jó, szia. Én szerintem meghaltam. Igen, láttam, hogy fut feléd egy nagy pohos disznó. Láttam a nagy pohost. Itt fut feléd a pohos. Aj, látom! Ne! Elmélet. Elkapott. Fúj. Mi történt? Szarrá tört mindenedet. Igen. Azt nem értem meg, hogy miért nincsen nappali démon. Miért csak esti démon van. Érted? Ja. Nem várhatnánk meg, még fel kell a nap. Hopp, ötös! Az nagyon jó. De mi mozdult be? Itt ez a mögött, az ajtó mögött. Haló? Jó, hozom a rajztám. Baszd meg! Mi volt? A fotel! Csak megijedtem a foteltől, hogy egy helybe állt.
Milyen karakter ez, hogy 4 métert futsz és elfárad? Nem atléta. És mi, hogyha... Ú, bassz, meg azt hittem, feltűnt mellettem valaki. Azt előtűnzi egy kis piros avatárként. Hol itt lehet? Van. Megvan, menjünk! Menj előre! Meghaltál? Nem! Gyere, fuss el! Én nem látom, hogy hova, nem tudok futni! Bassz, meg megértem egy ősztől! Arra vagy jobbra kell menni! Balra! A, egy újat kell betegyek a helyére! Ne! Hova kell menni? Ja, le a pincébe, gyere már! Egyet tegyél már be a helyére! Nem látom, hogy hova kell menni! Ne basszál már fel, már százszor elmentünk itt! Mondom! Fájjá, hol vagy? Gyere már vissza, értem, nem akarom! Hol vagy? Gyere már! Jaj, ez te vagy, jól van! Bazzai, megijedtünk egy ősztől! Amúgy erre akartam jönni, de futott felém! Gyere már, rakd már be azt a kurva ujjat! Várj, mert nem tudok futni! Ú, geci, de beszartam egy külbaszott ősztől! Rakd be! És most? Most menj, menjehetünk haza. Még ki is kell menni? Persze. És elméletileg, hogyha jót találtunk el, akkor jók vagyunk. És elméletileg már nem kéne a báncson. Nem nézek hátra. De a filmekben ilyenkor szokott az lenni, tudod, hogy ez egy jaj, azt mondja, hát, kurva életbe! Aj, bassz meg! Nem vicces. Kibaszott hőmérő, érted? Egy hőmérő $1200, érted? 370 000 forint egy hőmérő.